Jó estét kívánok! Önök a Zalaegerszegi Televízió híradóját látják 2016. június 15-én szerdán. Nézzük főbb híreinket. Tisztelgés! Megújult az olasz katonai sírkert Zalaegerszegen. Érettségi! Javában zajlanak a középfokú szóbeli vizsgák. Kicsöngettek! Véget ért az idei tanév. Megújult az olasz katonai temető Zalaegerszegen. Az első világháború után létesült sírkert több mint 1600 katona földi maradványait rejti, köztük mintegy 800 olaszét. A rekonstrukció eredményeit ma az olasz nagykövet is megtekintette. A felújításról még 2014-ben írt alá támogatási egyezményt az önkormányzat és a budapesti olasz nagykövetség. A beavatkozások, melyek elsősorban a környezet megszépítésére vonatkoztak, májusban fejeződtek be. Erre a nagykövetség és a város egyaránt jelentős összegeket fordított. Összességében a sírkert 10 millió forintos nagyságrendben újult meg, és ebből 2,5 millió forintot vállalt magára az olasz nagykövetség. Azért onnan jött a legnagyobb összeg, mert összességében 1656 sír van itt a Zalaegerszeg melletti katonai temetőben, és az 1656 áldozat közül 720 az olasz nemzethez tartozik. Az olasz nagykövet beszédében megköszönte a város vezetés támogatását. Mint fogalmazott, országa számára fontos, hogy méltó módon megőrizze az elesett katonák emlékét. Morális kötelességünk elhunyt hőseink emlékének megőrzése és mementói gondozása. Egyúttal meg kell tanítanunk az utánunk következő generációkat arra, hogy soha többé ne történjen ilyen borzalom. Sabatini asszony az esemény végén a városi és megyei előjárókkal együtt koszorút helyezett el a hősök tiszteletére állított obeliszknél. Európai hulladékcsökkentési díjat vehetett át a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. A cég gazdálkodó ipari szervezetek kategóriában indult a versenyben és bizonyult az ország legjobbjának. A november végén rendezett programmal az újrahasznosítás és a környezetvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet. A Zalai Társaság első alkalommal egy úgynevezett szemléletformáló játszóházzal csatlakozott a kezdeményezéshez. Öt zalaegerszegi óvodában játékos foglalkozással ösztönözték a fiatalokat a szelektív hulladékgyűjtésre. A programon közel 500 óvodás vett részt. Ez egy óriási megtiszteltetés számunkra, nagyon büszkék vagyunk rá. Ez inkább egy erkölcsi elismerés, de az bizonyítja számomra is, illetve a kollégáim számára is, hogy amit csinálunk, vagy amit elkezdtünk, az egy jó és pozitív dolog. Azért is volt meglepetés számunkra egyébként ez a díj, mivel ezt a tevékenységet, ezt a szemléletformáló kampányt nem csak a hulladékcsökkentési hét keretében szoktuk megvalósítani, hanem amúgy is keressük fel folyamatosan az óvodákat, iskolákat ezzel a kampánnyal. Szünetel a beutaló nélkül igénybe vehető onkológiai gondozó és járóbeteg szakrendelés június 21-től a Zala megyei kórházban. Emiatt a szűrővizsgálatokat és a daganatos eseteket a különböző osztályokon vizsgálják ki. Emlőtumor gyanúja esetén arra kérik a pácienseket, hogy időpont egyeztetés után a pózvai szakrendelésen jelentkezzenek. Ott fogadják a gondozás alatt állókat, és ott van lehetőség a gyógyszerek feliratására is. Az érintettek megértését ezúton is köszönik. Középszintű szóbeli vizsgákkal folytatódik az érettségi időszak. A diákok az írásbeli megmérettetések után most feleletekkel bizonyítanak. Az utolsó hajrában még mindenki a legjobbat akarja kihozni. Izgatottan készülnek a diákok, most irodalomból, történelemből és földrajzból vizsgáznak. Az utolsó pillanatokat a tananyagok átnézésével töltik, ami azt jelzi, ezt a megmérettetést mindenki komolyan veszi. Legjobban a magyartól félek, mint tantárgy, mert ugye az nem volt az erősségem a 6 év alatt. A töri szerintem az meg lesz, meg ugye a tesiből érettségizek még, és azt azért nagyjából tudom. A következő napokban a kölcseisek közül 128-an érettségiznek. Ez iskolai szinten több mint 600 vizsgát jelent. Ezen a héten két osztály teljesíti a követelményeket. Aki beletette a munkát 4-5-6 évig, annak ez a lekaszálása az eredményeknek, és azt kell mondjam, hogy jó tapasztalataink vannak. Tehát a gyerekek azért érzik, felkészülten jönnek,
Egyrészt becsületből, hogy mégiscsak a költségeim nem jönnek és érettségizni jönnek, másrészt pedig a jól felfogott érdekük, mert nem csak a jegyek számítanak, hanem a százalékok is, és minden egyes százalék az komoly pontot jelent, és ilyen szempontból nagyon tudatosak ezek a mostani gyerekek. Jövő héten további osztályok, valamint a levelező tagozatosok állnak a vizsgabizottságok elé. Legnehezebb dolguk a két tanítási nyelvű képzésekben résztvevőknek van. Ők ugyanis angolul és németül felelnek. Míg az érettségizők tanulnak, addig mások már a vakációra készülnek. Országszerte 1,2 millió általános és középiskolásnak ért véget ma a tanév. A diákok közel 2,5 hónapra búcsút intettek iskolájuknak. Az intézmények többségében az utolsó tanítási napot a megszokottól eltérő programokkal zárták. Ma a Petőfiben is a kikapcsolódásé és a játékos feladatoké volt a főszerep. Jól láthatóan a tanulók izgatottan várják az előttük álló szünidőt. Legtöbbjüknek már konkrét terveik vannak a nyárra, de a pihenés mindenki programjában kiemelt helyen szerepel. Megyek mamáikhoz Kalocsára, rögtön következő héten, aztán nyaralni is Angliába, és rengeteget pihenünk, meg Balatonra fürdeni. Aztán elutazunk az unokatestvéremékhez, ott leszünk pár napot Pest mellé gyára. Utána a mamámékhoz megyünk Biharkeresztesre, és majd onnét a keresztapukámmal megyünk majd Görögországba nyaralni. Én legközelebbi héten az unokatesommal megyek lovastáborba, aztán megyünk nyaralni, és majd megyünk ki kisebb strandokra pihenni. A diákok mellett a pedagógusok is készülnek a szünetre, akik remélik, hogy nyáron lelkileg is feltöltődnek. Addig azonban még bőven akad tennivalójuk. A pedagógusok még nem kapják meg nyári szabadságukat. Ugye most még mintegy két és fél hét hátra van, amikor a záróértekezleteket megtartjuk, amikor lezárjuk a gyermekeket, amikor elvégezzük a statisztikai feladatokat és az adminisztrációt, és utána megyünk majd szabadságra. Az utolsó napon a ballagási próba is a program része volt. Ma ugyanis búcsút vettek a végzős diákoktól. A tanévzáró ünnepséget június 17-én pénteken tartják a Petőfi iskolában. Vannak diákok, akik munkával töltik a vakációt. Ők zalaegerszegi közintézményeknél is dolgozhatnak. Köszönhetően annak, hogy a város idén is csatlakozik a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett nyári munkaprogramhoz. Így július 1-től augusztus 31-ig 1,9 milliárd forintos támogatással 16 és 25 év közötti diákok kaphatnak munkalehetőséget önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél. Ez a fiatal lány az elmúlt két nyáron itt a Göcsei Falu Múzeumban dolgozott. Feladata többek között az volt, hogy ügyeljen a környezet tisztaságára, segítse a látogatókat, illetve betartassa a szabályokat. Én szerettem itt lenni, mert jó volt, hogy kint voltunk, itt gyakorlatilag a szabadban együtt voltunk, mégis dolgoztunk, tehát hogy azért tettünk a környezetünk érdekében, és megőriztük így egy történelemnek egy szegletét. A program a béreket támogatja napi legfeljebb 6 órás időtartamra. A fiatalok a minimálbért, illetve a garantált bérminimumot kaphatják. A kezdeményezést a helyi Fidelitas is üdvözli, mivel így a résztvevők már diákkorukban megismerkedhetnek a munkavilágával. Mi kezdeményezzük Zalaegerszeg városánál, hogy a fiatalok, akik hazajönnek, esetleg Budapesten tanulnak, mindenképpen olyan területen helyezkedhessenek el, amely számukra a szakterületük, ezáltal is munkalehetőséget és munkatapasztalatot biztosítva számukra, hogy fejlődjenek abban, amit ők esetleg más városban vagy akár itthon tanulnak, és ezt mindenképpen szeretnénk a városnál elérni, és ezzel is támogatva a fiataloknak a munkavállalási lehetőséget. A Nemzetgazdasági Minisztérium idén arra számít, hogy ez a lehetőség több mint 20 ezer diáknak tud majd munkát biztosítani. Jelentkezni június 20-ától a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál lehet. A regisztrációhoz személyi igazolvány, lakcím, adó és tajkártya, a legmagasabb iskolai végzettséget, illetve a tanulói jogviszonyt igazoló okmány szükséges. 1 millió forint értékű utalványt nyertek iskolájuknak az Rínyisek a Vigyázz Készpénz nevű országos vetélkedőn. A gimnazisták két korcsoportban bizonyultak a legjobbaknak. A megméretetés célja ezúttal is az alapvető pénzügyi ismeretek kiszélesítése volt.
ők azok a nyolcadikosok, akik az iskola jó hírnevét öregbítették. Valamennyien örömmel emlékeznek vissza a négy fordulós pénzügyi vetélkedőre. Az elején nagyon izgultunk, és még a verseny előtt is nagyon sokat gyakoroltunk, és átnéztük ugye a feladatokat, az összes lapot, amit a tanárnő adott nekünk. A döntő 5 részből állt, egyebek mellett szójátékokra és villámkérdésekre kellett helyesen válaszolni. Le kellett írni, hogy hogyan tudunk lépésről lépésre felvenni pénzt a bankautomatából, és az 5. feladatban pedig egy saját vállalkozást kellett úgymond indítani. A fiatalok szabad idejüket nem sajnálva hónapokon át készültek a versenyre. Az elméleti tudás megszerzése mellett nagy hangsúlyt fektettek a különböző szituációs gyakorlatok elsajátítására. Hallottuk, hogy ugye van ez a verseny, ami pénzügyi ismeretekkel tudunk gazdagodni, és igazából ezért is jelentkeztünk, és az elején a felkészülés az még annyira nem volt intenzív, inkább a középdöntő után. Felkészültségüket az első hely példázza, amely mellé értékes nyeremények társultak. Fejenként kaptunk egy tabletet, azon kívül még egy az Opera Kalandra belépőjegyet, tehát mehetünk majd Budapestre operát nézni, és ehhez tartozik egy opera látogatás. Emellett más haszna is volt a megmérettetésnek. A diákok olyan alapvető ismereteket szereztek, melyeknek köszönhetően ma már könnyedén eligazodnak a pénzügyek világában. Megtanultam, hogyan kell tudatosan használni a pénzt, és tudatos vásárlóként élni, megtanultuk, hogyan kell használni a bankkártyát. Ezen a véleményen van felkészítőjük Rinfel Mónika is, aki szerint tanítványai tudatos fogyasztókká váltak. Az elején nem tudták például, hogy mennyibe kerül egy kiló banán, meg mennyibe kerül egy liter benzin, és most már nyitott szemmel járnak a világban, együtt járnak a szülőkkel vásárolni, van, akinek bankkártyája is van, már nem idegenül néznek ilyen fogalmakra, mint a hitel, a biztosítás. A Vigyázz Készpénz nevű megméretetést 2012 óta rendezi egy hazai bank, melyen idén több mint 6500 általános iskolás vett részt. Az rinnyisek második alkalommal adtak számot tudásukról. Megkezdte szereplését a franciaországi Európa-bajnokságon a magyar labdarúgó válogatott. Ezzel egy időben elindult Zalaegerszegen az EB Vitamin Napok programsorozata. A foci szerelmesei a dísztéren felállított óriás kivetítőn követhették a történelmi jelentőségű összecsapást. Az esős idő ellenére több százan izgulták végig a Nemzeti 11 Ausztria elleni mérkőzését. Az immár hagyományos programtól a különleges apropó okán a szervezők is sokat várnak. Nem gondoltuk 4 éve, hogy idén a magyar válogatottnak is szurkolhatunk, épp ezért nagy elvárásaink vannak a rendezvénnyel szembe is, és nagyon bízom abban, hogy a fiúk szépen jól, sikeresen és nagyon hosszan fognak játszani Franciaországban. A találkozó első félideje 0-0-ás döntetlennel zárult. A biztató megmozdulásoknak köszönhetően az zalaegerszegi szurkolók optimistán várták a folytatást. Igazából nem lehet nagy gond, ha esetleg vesztesen hagyjuk el a pályát, én akkor is büszke leszek a csapatra, de valahol titkon azért reménykedek abban, hogy egy győzelem fog sikerülni a mai napon, egy dzsudzsák lövésbe reménykedek. Nagyon tetszett az első félidő. Tetszik az, hogy a játékosok bátran vállalják magukat, bátran játszanak, bátran felveszik a harcokat egymás ellen, és meg fogjuk nyerni, mi magyarok! A mérkőzés 62. percében aztán megtörtént az, amire nagy tornán több évtizede nem volt példa. Gólt szerzett a magyar csapat. Szalai Ádám találatát érthetően hatalmas üdvrivalgás fogadta. Magyarország végül 2-0-ás győzelmet aratott az előzetesen jóval esélyesebbnek kikiáltott osztrákok ellen. Ez az út a lelkünkhöz vizit. A lelkünkhöz vihet csak. Lelkünk és vérünk ez az ország, ez a nemzet. És ezen belül most ez a futball. A magyar válogatott legközelebb szombaton lép pályára. Ellenfele a portugálokkal 1-1-es döntetlent játszó Izland lesz.
Egy dolog biztos, hogy semmi sem biztos, írja csütörtöki számában a Zalai Hírlap. Életünk során kríziseket hozó folytonos változást élünk meg, miközben a biztonságra törekszünk. Már a csecsemő válsághelyzeti küzdelemre kényszerül, sír, hogy enni kapjon, hogy ne fázzon, hogy tiszta pelenkához jusson. És ez még csak a kezdet, mondta dr. Osváth Péter egyetemi docens pszichiáter. Zalaegerszegi előadása során szakemberek és civil érdeklődők kaphattak képet a kisiskoláskori, kamaszkori, fiatal felnőttkori és az időskori válsághelyzetekről. Aki volt már válságban, lapozza fel a megyei napilapot. Ez volt a Zalaegerszegi Televízió híradója 2016. június 15-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este várjuk Önöket. És ha minden igaz, jön a kánikula, a jó idő, hamarosan tehát Molnár Zsófi mondja el Önöknek a részleteket. Maradjanak velünk a folytatásban is. Viszontlátásra!